akkor sorba tovább. 56, ez még belefér, ebből a első trapézból egy kell. Meg a féksivattyúból is egy, oké. Okay. Vegyük a fékeknél ez biztos a féksivattyú, 90. Valami trapéz volt. 15, ez nem drága. Jó, trapézok rendben vannak. Akkor van egy üzemanyag tartályunk, ami nagyon rossz állapotban van. Azt meg is keresem gyorsan. Utána motornál, de mindegy, bérom, hogy üzemanyag az üzemre biztos följön. Százas, szerencsére egy százast elkérnek azért is. Rablók. Egy sapka. Milyen sapka? Sapka. Nem tudom, milyen sapka. Egy sapkát kell keresnem. Még egy sapka, két sapka. És több sapka? Fú, mennyi van még mindig. Jó, itt már jók a cuccok, oké. Két sapkát mindjárt veszek. Kell találni az összetett be, hogy hol állunk, oké. Tegyük, hogy sapka. Sapka. Egy kellett, ugye? 10 dolcsi. Na mindegy, még egy sapka kell, akkor majd keresünk egy sapkát. Egyet adtam el. Szerintem csak egyet, ja. Jó. Tovább. Fék munkahenger. És egy fék pofa. Rendben. Rendben. Fékeknél vásárolható ez a két eszköz. Közepes árfolyamon. Fékpofa egy kicsit húzósabb volt. Jó, ott 55-ös az belefér még az én igényeimbe. Felfüggesztés szilent egy darab. Többi jó. Felfüggesztés szilent egy darab, és még egy szett ilyen cuccot kell vennem. Igen. Azt mondja, hogy igen. Tehát kell egy ilyen, meg egy ilyen, meg egy valami felső. Nem tudom, mi volt az, nem? Felfüggesztés. Felfe. Szilent. Szerintem ez az. Oké, 35 szerencsére, ez jó drága is. Oké, gumipersely és egy hátsó hajtótengely kell. Gumipersely és egy hátsó hajtótengely. Menjünk akkor a gumira. Sima gumipersely és egy hátsó. Hátsó hajtótengely, ez biztos drága, nem annyira. Jó. Oké. Tovább. Hát talán fogynak. Hátsó kerék agy, és egy felfüggesztés szilent. Oké. Egy hátsó kerék, hogy az egy ilyen. Ez az, és az pedig a felf. Ilyen? Mi egy ilyen? Ezt szeretem, ez olcsó, ez 5 dollár csak, az a kedvencem. Oké. Jó, 61, 55, oké, kell akkor egy rugó. Rugó? Csak egy sima rugó? Sima rugó? Oké. Egy hátsó lengés csillapító és egy rugó. Azt mondja, a felfüggesztésnél biztos ott lesz. Itt a hátsó lengés csillapító, 50-es, a rugó az meg, 90 drágább a rugó, mint azt hittem, ez az a drágább. Na mindegy. 60-60, oké. Hátsó dobfékes tengelycsonk ház. Megnézzük, van-e ilyen. Ez a fékeknél van biztos, nem? Akkor beírjuk, hogy hátsó. Hátsó dobfékes tengelycsonk ház 50-be kerül, szerencsére jó. Na, így mennyi van? Mi ez a hátsó futómű felütköző? Adjuk el. T. Nem. Pont itt van, nagyszerű hír. Jó, itt nincs 55-ös, itt sincs 62, oké. Kuplung kinyomó csapágy, az jöhet. A kuplung szerkezetnél a tárcsa és a lentkerék, jó, de a kuplung kinyomó csapágy és a kuplung tárcsa, minden kell. Mi a különbség itt? Itt van egy kuplung tárcsa és egy kuplung tárcsa.
Na jó, akkor az összes kuplunk cuccot el kell adnom. Ezek nem tetszenek nekem, hanem elmegyünk ide és bérjük, hogy kuplunk. Ez tök jó lesz, hogy teljes kuplunk felújítás, megnézzük mennyibe kerül. Nem kumplunk, hanem kuplunk. Azt mondja. Rendben. Ja, ugyanannak hívják, érdekes. Jó, mindegy, megvettük. Lentkerék. 18 évben tesz, szerintem a lentkerék se lesz olcsó. Mulatság, úgy emlékszem, úgy gondolom. De hát ugye a való világban. Ja, nem egy olcsó termék. Oké, szelepfedél. Hát ezt megvesszük, mert ez nélkülözhetetlen. De. Szelep. Fedél, ez csak 45. Jó. Hát lehet, hogy ez a 10-es beleugrik a kis polákunkba. Ami elég meglepő egy ilyen típusnál, hogy ennyit kell rá költeni, de lehetséges, oké. Okay. Ebből a izéből kettő volt össz-vissza, hát mindegy, akkor rögzítőfül eladjuk, meg a légszűrőt, meg a légszűrő fedelet is. Oké. Okay. Azt mondja, hogy ez ami rögzítő, ebből kettő kell, azt hiszem, de mindegy. A másik az meg még a légszűrő volt. Lég. Ez. Meg ez 65 szerencsére, ez sem egy olcsó dolog. Oké, üzemanyag szűrő az kell bele, az biztos. Üzemanyag szűrő és dob. Jó. Oké, a dob az nem lesz olcsó szintén. Úgy gondolom, egy 90 biztos. 200 rablók, rablók. Egyszerűen rablók. Mi volt a másik, amit elfelejtettem? A dob, meg a valami üzemanyagszűrő volt. Erre kitalálhatnának egy jobb mechanikát, hogy így behippantom ezeket, amiket el szeretnék, hogy újítani szeretnék, és akkor egyben megveszi. Azt mondja, hogy ez micsoda? Üzem. Üzemanyag. Szűrő, ez az. Jó, hát ebből ez is kinéz. A pumpa is, szerintem azt is elhasználtam korábban a javításnál. Emlékeim szerint. Na. Kipufogó leömlő dobós az egyik. Szerencsére. És a gyertyakábel is. Kipufogó leömlő és gyertyakábel. Kipufogó leömlő egy darab és gyertya. Gyertyakábel. Oké. Okay. Megnézzük a gyújtógyertyákat is. Ja, odáig még nem jutottunk el, de mindegy, akkor gyújtó trafó. Az is rossz. Gyújtó trafó. Azt mondja, hogy gyújt. Tó. Tó. Trafó. 50. Szuper. Ez a sapi, ez jó. Ez a gyújtás, azt a sapinak hívják, király. Király neve van. Gyújtás elosztó rotor, és a gyújtás elosztó maga is rossz. Ezek egy kupacon lesznek szerintem. A rotor az itt van. A sapival mi a helyzet? A sapi az rendben van. Karburátorom is rossz, király. A sapi az jó. Karburátor. Az drága lesz. Karb. 90, így van, ahogy kell. Karburátor. Oké, kell egy ékszíj. Egy sima ékszíj. Azt mondja, hogy ég. Égszí. Oké. Okay. Menjünk tovább. 60. Akkor van egy hideg levegő csövünk, meg egy centrifugális olajszűrő. Na, ezt nem merem mind a kettőt elvinni. Azt mondja, hideg levegő cső. Az csak 30, jó. Az pedig valami olaj. Már is fejtettem mi ez. Centrifugális olajszűrő, 25-be került, nem is részes. Ha ezeket tudja az ember, akkor úgyis barkácsolott a satupadon. Mert ott csak satszoltam, hogy mi az értékes és mi kevésbé. 56-80, kell egy vezérműkerék, meg egy vezérműlánc. Meg egy vezérműkerék, és egy vezérműlánc. És egy vezérműtengely. Jó.
Oké, ez a vezérszóra föl fognak szépen nekem jönni. Nem a kis vezér, ez kell ez a nagy, mert ez 40-be kerül. Kell egy vezérműlánc, ez 45-be, és a vezérműtengely az biztos jó áras lesz. 220, így van, helyes. Miért is lenne olcsó? Minek lenne olcsó? Na, azt mondja, a szelepemelő rúd, az olajcső és a szelepemelő rúdokat tök jól össze lehet cserélni, azt már, arra már rájöttem korábban kis poszkijavításkor. Két szelepemelő rúdat kell vennem. Oké. Okay. Ide pedig annyit írok be, hogy szel. Vagy szel. Egy, kettő, ezeket imádom, $5. $5 az nagyon jó ár, értük. Oké, okay, gyújtógyertya mind a kettő, dobós. Azt mondja, té, gyertya. Gyertyö. Egy, kettő. Ez elég fifi-fuszi meló, megvenni az összes jó alkatrészt. Hengerfej, igen, itt még le fognak húzni, úgy érzem. Hengerfej és egy darab dugattyú szelephajtókarral. Ez jó meccs lesz. Henger. Fej 300. Hajtó. Karral egy darab. Oké. Okay. Ez is pikpakkel dobtam itt pár száz dollárt. Jó, a százas, az jó. Ott amit meg tudtam javítani. Az olajcső burkolat, igen, azt kell kicserélnünk. Olajcső burkolatot cserélünk. Nem, idáig jövünk csak, és beírjuk, hogy olaj. Olaj, cö. Csőburkolat, $15, király. Jó, akkor a fő... Ez is főtengely. Oké. Okay. Ó, oh, körbeértünk, szuper. Beírjuk, hogy fő. Főt. 90, oké, okay, ez volt az utolsó nagyobb költség, ahogy nézem. Akkor nézzük az inventory-t, 74, és innentől minden százas, nagyszerű, nagyszerű. Gyorsan átfutom, nem maradt-e ki valami, ami 55-ös. A saját limitem meglegyen. 55, itt van egy olyan gyanús elem. Az is pont. Az 55-öt azért vállaltam be, mert most összerakom a kocsit majd. Ez még belefér. Akkor egyrészt kírja, hogy mennyi a gépjármű értéke. Még le is fújatom szegényt, úgyhogy az egy 500-asomba bele fog fájni szerintem. No, hát akkor hányjuk össze a járművet, nem karosszéri összeszerelő mód, hanem motor összeszerelő, vagy egyéb ilyen üzemmód, oké. Okay. Jó. Dobáljuk ezeket a kis cuccokat rá, minél előbb. Egész újszerű lesz egyébként, sok új alkatrész kerül bele. Úgyhogy jó kis polszki lesz ebből, vagy hát használható. Ez mindenképpen az értékenről szerintem, meg hát működni fog, mert azt hiszem nem nagyon működött szegényke, amikor ide került. Kicsit rostás az egyik ilyen fej, de hát mindegy. Egy zsirúj, ezzel látszik. Látszik a törődés. Ezekkel nem tudok mit kezdeni, ez lent van, jó. Ja, itt elő még tudok rá pakolászni. Főtenge, igen, az szép fényes. Te is mehetsz bele, ebből kettő van, miért van kettő? Biztos jó drága alkatrész volt, vettem kettőt, azért biztosan biztos. Ezek azok az alkatrészek az életben nem fogom megjegyezni egyébként, hogy az abból van egy pluszom. De most várjunk, a sapi, nem maradt ebből ki valami? Nem. De nem kell rá pattintani ilyen kis fülecskéket? Vagy meg később? Jó, nekem mindegy. Csak nehogy hiányozzon. Jó. Téged alulról tudlak csak rakni bele azt is. Jó, úgy néz ki, hogy át kell mennünk alulra. Azt javasolja itt a rendszer. Oké, na, bütyköljük akkor. Motortérből lehet hozzáférni. De én nem akarok a motortérből hozzáférni, innen szeretnék valamit csinálni rajta. Kettese ez az. Így van, azt hittem már, hogy
Jó, azt elfogadom, hogy onnan lehet. Ez viszont nem, ezt innen fogom. Az szintén mehet föl. Megcsavarozva. Oké, te is menj csak föl. Jó, hát a felfüggesztése is bajlódhatok egy picit, mert miért ne? Nem muszáj most egy-egyben motorra rámennem. Csinálhatok itt is dolgokat még. Jó, tank, az egy zsírói. Itt van valami persely. Berakjuk a gumipersejt. Jó. Helyes. Ezt is rárakjuk. Na, de még nem férek hozzá. Jó. Fékpofák, azok szinte újak, úgyhogy a fék hatással nem nagyon lesz panasz, szerintem. Á, ezek azok a kupakok, nem tudtam hol kell, de sok kramanc. Úgy néztek ki, mint valami... mik azok a... hoki labdák, vagy korongok. Jó, oké. Okay. Hát felül nem föl, mert a szép fényes felni is rá, mert itt... meg vagyunk. Magát a hajtást kéne még valahogy beaplikálni ide, nem? Vagy azt nem? Nem kéne? Nekem mindegy. Azt hiszem ez volt az utolsó kerék, amit felraktam, nem rakok föl több kereket. Összeszerelő mód. Jó. Mivel, hogy lehet, hogy le kell szednem, hogyha valamit még ott bücskölök a következő körbe. Te is menj csak be. Oké. Csavarozzuk. Még Charlie ment rá egyébként a csavar. Januska volt nekem, de mindegy, nem baj. Fékpofa. Meg ez is mehet rá, jó. Úgyis reklamál, ha valami kimarad, de azt hiszem annyira nem is lehetne nagyon összeszerelni, hogyha nagyon fő alkatrészek hiányoznának belőle, úgyhogy talán nincs hiba hiány. Jó. Oda megint egy izét kell beraknom, egy persejt. Ezeket nehogy elfelejtsem, bár nem hiszem, hogy elfogom. Mit csinálnak ezek a csavarok? Ez lehet, hogy bágos ez a kis polszki még azért ezekkel a csavar dolgokkal. Egy kicsit olyan csavarosnak tűnik nekem ez. Jó. Oké, mehet rá ez a jégkorong cucc. Most hát most jó, legyen, rádobom. Mégis négy csavar, ez nem is olyan ördöngős ez a dolog. Nagyszerű, többit onnan lehet szerelni. Akkor megyünk. Itt már nem engedsz mást, ugye ez fölülről lehet. Ide nem enged. Ha csak. Aha, kuplongot ezt fel tudom hányni rá. Szuper. Talán még a váltót is. És hogyha a váltót fel tudom rakni, az azt jelenti, hogy akkor fel tudom rakni a hajtás átvívőket is. Tehát össze tudom kötni a kerékkel. Akkor jó, hogy megnéztem ezt. Ebben megy egy csomó csavar még. Így mi? Jó. Oké. Jó. Gyerünk. Azt is csavarozzuk be. Nagyszerű. Hopp, oda felrakjuk még ezt a dolgot. Megvan. Mindjárt tudom, hova kellenek azok a kis kapcsok. Azt még be kéne raknom valahova. Oké, beengedi rakni, helyes. Ez valószínűleg a túloldalra is meg fogja engedni nekem. Hogy berakjam, sőt, itt van valami. A lentkeréknek a házikója, az is ide fölmehet. És ez is valami függvénye volt valaminek, tehát ugye amíg ezt nem szedtem le, addig nem tudtam valamit csinálni, úgyhogy itt még lesznek dolgok, amikkel lehet tudok foglalkozni. Hát itt bent itt nem, ez nem az a helyzet, amit meg tudok oldani. Ezt még ugyanúgy fölrakjuk rá. Jó. Hát, azt mondom, hogy kb. Most meg vagyok. Itt többet nem tudok tenni, azt hiszem. Jó, most akkor leengedjük megint az utcot.
és fölülről egy kicsit megpiszkáljuk még a motort. Mondjuk innen. És még mindig nem adja be azokat a kis kramancokat. Hát... De lehet, hogy nem is ott van. Lehet, hogy a légszűrőháznál vannak azok a rögzítők, azokat a kis kapcsokat keresem, amik a, ezeket a házdekniket fogják. Úgyhogy lehet, hogy inkább azzal keverem össze, most már egyre biztosabb vagyok benne, hogy ezen nem volt. Azt hittem, hogy a gyújtás elosztó is azzal volt leszorítva, ezeken a részeken egy kis kapcsokkal, de nem valószínű. Jó, hát azért látszik a felújítás, tehát itt ott azért előugrottak a fényes alkatrészek, ami egyértelműen a felújításnak a biztos jele, úgyhogy... Jó, mondjuk nem ez, amit most ide fölpattintottam, de... Hogy nem, ebből is kettő van nekem. Egyet megjavítottam, egyet megvettem szerintem. No. Ez rendben van. Itt van valami... Ide került az üzemanyag szűrő, azt a mindenit, ezt jó tudni. Ezt viszont jó tudni. Ez is mehet rá. Jó, ez a gyújtás trafó volt. Oké, akkor mehetünk itt barkácsolni. Dugattyúkat. Egyik hajtókar, másik hajtókar. Szóval ne valahogy látni is, amit csinálok. Na így most fogom is. Jó. Ez is zsírúj. Tudom, ez drága volt, a hengerfej. De hát meg kellett venni, nem volt mit tenni. Szintén új. Hát sok új alkatrész van rajt. Ez is új, szerintem elég szép a színe, meg minden. Olajbejtő sapka, az nem tudom, hogy új-e. Karburátor az biztos, nagyon szép. Ez nem új, de ez filléres alkatrész, gondolom. A leemlők azok egyik, másik az új. A gyűjtőgyártyát is be kéne raknom, mert két új gyártyával bírunk. Ja, ez is új volt, oké. Okay. Csak úgy, mint az egész kipufogó rendszer. Teljesen fel lett újítva a leömlőktől kezdve, úgyhogy az új tulajnak a szava nem lehet majd. Oké, okay, szuper. Na mi van még itt? Mit tudok még rápattintani? Ezt lehet. Hopp, ebből is kettő van valamilyen rejtésoknál fogva. Biztos megszaladt a gombon a kezem. Az ott mi az ott bent? Ez így van, vagy ott belül még szerelnem kéne valamit? Vagy így ez így fröccsöntött? Ez így fröccsöntött, fogadjuk el. Sőt, ez ráadásul egy elég komoly alkatrészen több minden is van benne. Mehet rá ez a holmi, csak ezzel lesznek azok a pöckök azon a felső karika alakú valamin. Úgy gondolom, ide belemegy az új szűrő, így van, erre megy rá az új tető, ez úgy új, és akkor ide mennek a pöckeim, így van, ezeket hiányoltam az előbb. De most már nyugodt vagyok, mert tudom, hogy jó helyük van, és tudom, hogy egyel több van, mint kéne belőle. De hát mindegy. Oké. Okay. Kupak az rá rajt van, csak vizuálisan nem látszik annyira. Generátor az a régi, nem olyan, nem kellett lecserélni. Már nem sok esélyem, hogy egy órából kijöjjön az összeszerelés, mert most ebben a pillanatban egy órája folyik a rögzítés. Elképzelhető, hogy két részletbe rakom föl, de ugyanaznap természetesen. Nem maradjatok le a contentről, csak két részletbe fog fölkerülni, hogy... Hogy ne legyen annyira elrettentő azoknak, akik esetleg csak erre vetődnek. Jó. Szerintem itt fönt... Készen vagyok. Megint felemeljük. És akkor még van egy melónk. Az első felfüggesztést össze kell raknom. Na. Mi kell? Ja, nekem itt alul kell bütykölnöm. Ja. Hát ez csak a teknő. Ennyi. Még gyorsan, akkor elmegyek előre. Ja, azt hiszem ennyi. Elmegyek előre. Felrakjuk a felfüggesztést, ez nem egy ördöngős dolog lesz itt, szerintem. Az akkumulátort nem is tudjuk, milyen állapotú. Meg kéne vizsgálni majd azt is fölülről. Felrakjuk ezeket is. Ja, ez nem annak a jele, hogy rossz vagy sem egy ilyen alkatrész, mert ahogy látom, ezen aztán
Ezen például jó, de másikon elég egyszer bocsán ment a csavar, úgyhogy azt hittem, hogy az vizuálisan mutatja, hogy esetleg az alkatrész rossz vagy sem, de nem arra van kihegyezve, kiélezve a dolog, úgyhogy ez már biztos. Na hát ezek a munkahengerek, ezek mind cserélve lettek, meg a félpofák is nagyjából. Egy darab lesz, ami 60%-os, ahogy látom. De jó része az teljesen felújított lesz. Ide is egy kupak. Jó. Akkor kell egy persely, meg egy kar. Aminek a csavarja elég nehezen megy be, de bement jó. Ide megy a felfüggesztésünk, az is zsirúj. Fölül is kell csavar, fölül is. Oké. Ide ez az első lengőkartengely megy. Ebbe több csavart is be kell hajtani, jobbrubánról. Ja, nem ez valami persely. Gondolom azért, hogy tudjon mozogni egy csekély mértékben. Jó. Oké, hát akkor ide is fölpattintunk egy új felnit. Ez meg így. Nem tudom, keresztbe csinálom, mert úgy illik meghúzni a kerék csavarokat. Úgy tudom, eddig úgy alkalmaztam. Jó, ide jön a féksivattyú. Az is megvan, nagyszerű. És akkor ugyanezt a dolgot eljátszok itt a túloldalon is. Mert itt is ugyanaz a dolgom. Össze kell rakni itt is a... Ja, meg még akkor berakhatjuk ezt is. Ja, igen, csavaros. Csavaros ő is. Jó. Ben van, az is ben van, csak most jönnek ezek a kramancok, aminek egyiket úgy látszik kicseréltem teljesen. A másik az meg tökéletes állapotban volt, 60 fölött. Oké. Mehetünk persejezni azt is. Ez ennyi volt, ebbe csavar se kellett. Óha. Olcsón megúsztam. Jó, helyén van. Mert ide is egy munkahenger. Jó, még van ez a... akármi is. Társát is fölcsavarjuk. Felfüggesztés. Ennek is érdekesen ment a csavar, ilyen csálén, meg a felső is, úgyhogy ezzel biztos, hogy baj van. Jó, ide érdekes, mert nem kell rogó. Hát ez érdekes, de elfogadjuk. Jó, itt kell még valami. Nem kell? Mi ez itt ez a... Nem tudom, hogy oda kéne valami, ami nekem nincs is meg, talán. Na. Zoomoljunk csak jobban rá. Ez mi ez itt? Miért van itt ilyen? Itt, mint hogyha valamit hiányolna még a program. Na mindegy, jó van, nem baj, ha hiányolja. Menjünk ide. Kérjünk összeszerelést, rakjuk össze ezt is. A végén úgyis kiterül, hogyha marad alkatrész, akkor azt el kell dolgozni értelemszerűen, úgyhogy nem aggódok egy percig se, meg mi hiányzik róla. Jó, aha, ez jó. És akkor kupak. Nincs megfelelő alkatrész. Sapka. Jó. Ezt nagyon gyorsan be tudom szerezni, hogy sapka. Ráadásul ez nem is egy olyan nagyon durva alkatrész, úgyhogy... Meg most jó tapasztalat volt ez, hogy ha valami hiányzik, akkor azért nincs nagy vész, tehát akkor jelzi a program, hogy oda kell valami, ami nekem nincs meg. Ja, oké. Okay. Jó, jó, jó. Milyen alkatrészeim maradtak? Jó, ezek a túlkapásaim, úgy nézem. Sőt, valami olyan alkatrészem is... Ja, igen, fú! Most láttam, hogy ehhez a maluchoz voltak dolgaim. Hogy ahhoz voltak, csak nem olvastam el. Jó. Ezt becsukjuk, leengedjük. És ránézünk. Ránézünk, hogy mi a helyzet az autóval. 5398-at ért, totálisan nem érte meg szerintem. Teljesen nem érte meg. Mert a 2000, mennyi volt? 900, ez meg még 2000. Az volt 11000 pénzünkben van a dolog, és maradt belőle 3900 valamennyi. És még egy akkumulátorral is jövök, ahogy nézem, mert hogy azzal is baj van.
De azt már csak poénból megnézem. 5398, oké. Okay. Hogyha veszek egy aksit. Na mi van? Minden. Na hát. Szomorúan hallom, hogy nem így hívják. De ja, itt az a... Pedig ak. Jól írtam be. Ó. Ott írhatjuk 2K-val is. De így se találja meg. Jó van, király. Ez jó lesz. Lehetséges, hogy ez univerzális dolog, tehát ez nem maluk akkumulátor, de azt meg is tudjuk nézni ám. Az inventoriba. Ez egy sima akkumulátor, oké. Okay. Akkor itt hibáztam, tehát akkor ez itt az alkatrészboltba. Sima alkával is elérhető lesz, 170, persze még ez hiányzott nekem. Ide akarok, hogy oda bemenni, oké. Okay. Rakjuk be ezt is, és akkor most már makulátlan, tökéletes. Kicsit drágult is az autó. Motor ereje. Utolsó mérés. Hát nem tudom. Chip tuning, karburátor tuning. Ettől, hogyha drágább lesz. Na de mindegy. Ja, még elküldjük festeni is, hogy akkor bukjunk nagyot. Ha már bukunk. Emmel, festő, fényezőkamra. Keresünk neki olyan jó szint. Azt hiszem ez egy 500-asomba fog fájni, így van. Ezzel lehet ezeket állítgatni, oké. Hmm. 1500, ne vicceljünk már. Gyári szín, az gyári szín kívánc? Jó, gyári szín lesz, nem lesz itt semmi extra. Remélem eltűnnek azok. De és miért? Miért van ott ez a sok rozsda? Mégiscsak lehet cserélni ezt a kramancot róla valahogy. Itt a karosszéria, igen. De ezt hogy tudom lecserélni? Hát ez... Ez szörnyű. De... Nem. Hogyha elmegyünk a malukhoz, és azt mondjuk, hogy karosszéria, akkor itt látnom kéne a karosszériát, de nincs olyan, hogy karosszéria, nincs külön karosszéria, nincs. Nincs. Hm. És mégis olyan, mintha szét lenne rohadva az egész. És hiába festettem le, nem történt semmi. Hm. Nem is lett drágább igazából. Igazából nem lett drágább. Jól van, hát kész van a kis Polszki. Kinéz úgy, ahogy. Ez nem tudom, hogy nem-e bug, vagy ilyesmi, de... Mi az a baj, nem tudom. Még beviszem még a vizsgasorra. Beviszem a vizsgasorra. Nincs olaj a motorban. Az igaz. Tehát azt rakhatnák bele simán. Akkor azt még rakunk bele, ez már... Nem osztszoroz semmin. Oké, raktunk bele olajat. Kiszedjük belőle. Jó, helyes. Ettől drágább lett a jármű. Nem nagyon. Viszont be tudom küldeni a vizsgapadra talán. Így már. Hogy van benne olaj. Ide. Egy új méréssel bizakodok, hogy jobb lesz a helyzet. Oké, előre járunk. Beesett. Állj a fékpadra és mit csináljak? Nyomd le és tartsd nyomva a féket. Nyom. Bal, jobb. Oké, menjek előbbre. A jobb fék ennyivel rosszabb. Nyom a féket. Ja, az nagyjából egyenletes, ezt kicseréltem mind a kettőt. Oké. Rezgőpad. Jó. Várjak, és mit csináljak? Várjak, akkor várok. Ez is elég egyenletes, jó lesz. Hátsó. Nem tudom, figyelitek el, hogy a vizsga soron nincs nagy ajtó. Csak két kicsi, és mégis bent van az autó. Ugye? Oké.
És ezt a lapot, ezt elérem itt is, ugyebár. Így van, elérem. Nem drágult, nem olcsóbbodott a jármű. Oké, szerintem én megtettem mindent, amit lehetett az autóval. És hát ennél mi az a H betű? Aha, jó. Még egy hármat, jó, visszajön. Tehát ennél többet nem tudok csinálni vele. Most a következő részben, amit majd fölveszek, akkor elviszem egyet így versenyezni, meg próbaútra, mindent megpróbálok vele, hogy minden mérés meglegyen. Hát, ha akkor több pénzt kapok, ezt megpróbálom eladni, és hát tök totál bukás, tehát teljesen bukás, pont annyi pénzem lesz, mint hogyha annyi mínuszom lesz, mint amennyire vettem az autót, tehát ez teljesen nem érte meg igazából. Ezt a kis polákot megjavítani, egyelőre úgy néz ki. Úgyhogy, és még csak szépre se tudtam megcsinálni szerencsétlent, mert nem tudom, hogy mitől lehetne azt a karosszériát kicserélni, vagy lemosni, vagy valami. Lehet, hogy valami automosás kéne neki már csak. De ilyen félig szép, félig ronda az egész, úgyhogy. Jól van, mindegy, köszönöm a figyelmet. Elég hosszúra sikeredett 1 perc, 1 óra 12 perc, úgyhogy lehet, hogy több részbe kerül föl a videó. De szerintem egy nap alatt, tehát vasárnapra fölrakom mindegyiket, és akkor tudjátok nézni a dolgot, hogyha megszorulnak, akkor lehet, hogy hétfőre kerül ki az egyik epizódja neki, és akkor úgy látjátok a felújítás folyamatát. Nem volt egyszerű a művelet, de nem adom fel, mindenképpen ezen keresni fogok előbb-utóbb. Jobban oda kell figyelnem az alkatrészeknek a gyűjtésére és azoknak a felhasználására, mert egy-kettőt buktam rajta, nem túl sokat, de azért buktam rajta párat. Illetve majd megpróbálok kicsorni alkatrészeket javításos kocsikból, ahol úgyis ha megveszem, úgyis kifizeti a tulaj a dolgot, és akkor ez lehet talán valamit fogni. Talán megpróbálom azt a módszert is. Jól van. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, abból tudom, hogy akkor jöhetnek ezek az autófelújítós epizódok. És hát jövök vissza hamar, ígérem, a következő folytatással. Beállítjuk a kis pottyot, hogy ki tudjam szedni majd Photoshopba, és akkor ez egy tök jó indexkép lesz a kis polszki valami, mert kicsit jobban néz ki, mint ezelőtt. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!